legyenek ők akár egyházi, akár világi személyek. Köszöntőmet ezért szeretném felhasználni arra, hogy városunk múltjából ideidézzem néhányuk emlékét, nem a teljesség igényével. Olyan emberek voltak ők, akik földi életükben is Isten útján jártak, Isten országát keresték, és eközben közösségeinket vezették, utat és példát mutattak, azért vagyunk ma ennyien ebben a templomban. Emlékezzünk meg szeretettel és nagy tisztelettel ennek a templomnak építőjéről, Kelemen Virág Minorita szerzetesről, aki évszázadokkal ezelőtt iskola várossá nemesítette Miskolcot. Székely származása ellenére miskolci volt a miskolciaknál. Büszkék vagyunk Pécsi Alán Minorita paptanára, a Királyi Katolikus Gimnáziumunk, a szomszédban lévő gimnázium egykor igazgatójára. Ugyancsak a minoriták kiváló személyisége volt Páter Rákos Rajmund, aki a legvadabb katolikus, a legvadabb kommunista időkben a római Szent Péter katolikus bazilika magyar nyelvű gyóntatója volt. Itthon nyugszik eltemetve. Akárcsak a csodálatos egyházzenész Páter Szendrei Bonaventura. A minoriták legújabb kori történetéből Kartal Ernő atya emlékét a város ma is élénken őrzi, hiszen Miskolc díszpolgára is volt, annak ellenére, hogy ő sem volt már városunk születte. Miskolcon több szerzetes rend is működött az évszázadok folyamán. Legutóbb a rendszerváltás hajnalán a jezsuita rend költözött városunkba, igazi szellemi frissességet hozván életünkbe. A ma Torontóban élő 83 éves Miklósházi Attila jezsuita püspök született miskolci, sőt új dibosgyőri. Jelentős mértékben neki köszönhetjük, hogy az avasdéli lakótelep közepén felépült gimnázium ma a jezsuiták nagyszerű irányítása alatt áll. Igazi szellemi és közösségi központ a város híres-neves dombján, az avas tetején. A miskolci templomokban szolgált egykori római és görögkatolikus papok, püspökök közül sokakat lehetne még érdemei szerint felsorolni. A rendszerváltás után ebben kiemelésre méltó a már említett Kartal Ernő atya mellett Szakár Géza esperes úr, a Szent Anna templom egykori plébánosa. Nagy öröm volt számomra, hogy velük kettejükkel és néhai Metszán Pál diósgyőri evangélikus esperessel közösen számos városi közösséget építettünk az ökumené egészséges szellemében. Hármójuk sírjáról ma sem hiányzik a virág, az önök, a hívek szeretete őrzi emléküket. Az egyháziak mellett számos kiváló világi személyiség emlékét is őrizzük. Ma is csodálattal és hálával emlékezünk például a hitvalló keresztény Reményi János Karnagyúrra, aki később a Magyar Rádió gyermekkórusát vezette. Miskolc neki is köszönheti, hogy zenei nagyhatalom még mindig. Sokan emlékezhetnek Zámbó János professzor úrra, akadémikusra is, a Miskolci Egyetem rektorára, aki a szocializmus idején példamutató módon viselte és élte meg katolikus hitét. Van tehát szép örökségünk, de mit kezdünk ezzel a mai kor kihívásai közepette?